könyv után zene. Így van, egy kis kulturális fél óra. Jó reggelt! Szervusz, szia! A 80-as évek ikonikus lágerét dolgoztat fel Viki Dágyula egy dalát. Hogy jött az ötlet egyet? Nem is éltél még akkor? Mikor hallottad ezt először, ezt a nótát? Nagyon aranyos vagy, köszönöm. Hallottam már, ugye ott Szentesen ez egy ilyen nagy közös dalunk volt. Ott Szentesen? Igen, még a középiskolában, és valahogy én azóta is hordoztam ezt magamban, vagy ott hallgattuk, és igazából már régóta terveztem, hogy én ezzel majd egyszer kezdek valamit, de így konkrétan nem körvonalazódott, hogy ez milyen formában, voltak rá mindenféle ötleteim, de valahogy az életben maradni, az előző dalom lendülete adta meg azt az energiát, magabiztosságot, amivel ezt a hangulatot tovább tudtuk vinni. És igazából a készülő lemez is ez a klasszikus diszkó, klasszikus popzene irány. És ez a szám, bocsáss meg, pont ez a zeneszám, ez nem egy klasszikus. Igen, ez rock a Viki Dágyula személyéről. Igen, ahogy a Viki Dál rock hangján szól, az inkább rockos, de igazából nagyon sok lehetőség van benne popzeneként is, és egy énekesnek is, mert nagy szenvedélyes ívek vannak benne, ugye rockos verzék, refrének, de van egy nagyon szép ilyen lírai, musicales rész. Szóval, hogy egy énekesnek ez egy nagyon-nagyon komoly feladat. Hát jó sokat vártál vele azért, hogyha már ezt középiskola óta dédelgeted. Nem, csak szerettem inkább. Csak tehát, szerettem. Ugye az volt a kérdés, hogy jött és hogy ismertem meg, de igazából ez most állt össze, hogy ebben a formában, ebben a kicsit 80-as évek hangulatban dolgozzuk fel. Ez a visszajövőben feeling is arra a filmre asszociálja. Igazából valahogy ez a dal ez úgy jött, hogy jöttek az ötletek, és így a vizuális megjelenítésében is. Ugye 85-ös a dal, és egészen véletlenül a visszajövőben film is 85-ös, és ugye az ikonikus autója, a DeLorean, az volt az indián csapatának nagy ötlete, a klip rendezőjének nagy ötlete, hogy egy DeLorean. Jó, nekem az autó szürke, igen. Vagy fekete, én most nézek oda, mert közben nézők láthatják egyébként. Pár ezer darab készül csak, és igazából a film tette híressé. Igazi különleges. És hát ugye az időutazás ezzel az autóval történt, és most így egy kicsit megidézzük ezt a fajta időutazást. Manapság már azért tulajdonképpen megkerülhetetlen, nem? Tehát eladhatatlan, vagy nagyon sokat segít egy jó zeneszám eladásában a megfelelő hozzágyártott klip, nem? Tehát, hogy fusson a csatornákon, YouTube-on. Nem, én szeretek klippet csinálni hozzám. Nem minden dalomhoz készült, van amelyik azt gondolom, hogy úgy elég egy lyrics videó, vagy egy jó fotó, de valahogy ez így hozta az ötleteket ez a dal, és nagyon más. Nagyon meg akartuk csinálni. Mennyire volt nehéz neked? Most látok, egy pillanatra láttalak táncolni, a kocsin kívül is. Teljesen más. Mást kellett itt hoznod, nem? Nem volt egy... De semmi olyan nem volt benne, ami nehéz lett volna, mert ugye kérdezik, hogy hát milyen volt vezetni. És hát azt elárulom, hogy nem vezettem az autót, csak eljátszom, hogy vezetem, mert ez egy Green Box-ban készült klip, és az, hogy száguldozom az éjszakában, az mind számítógépes effekt körülötte. És a tánc az meg egy, elmentünk egy üres medencéhez, a Csillebércen van ez a medence, és ott már nagyon-nagyon későn volt, és ott igazából már nem is emlékszem, csak táncoltam, azt tudom. Viki Dál Gyulával beszéltél? Előtte vagy utána, hogy hallottál? Elküldtük, igen, Presszernek és Dusánnak is. Mert ők írták eredetileg. Igen, és hát mindenkitől nagyon szép választ kaptunk, hogy nagyon, nagyon örülnek, és nagyon tetszik nekik, és hát sok sikert kívántak. Még előtte vagy utána? Mert ugye először meg kellett kérni a jogot, a lehetőséget, és aztán a készprodukciót látva, és tud azonosulni, mondjuk egy Viki Dál Gyula ezzel a... Nem kell egyébként kérni. Nem kell? Nem, ez. De hát persze bennem volt, hogy nagyon szerettem volna, hogyha méltó, és hogyha tetszik. Mivel nem változtattunk rajta, ezért nem. Értem. De hogy nagyon pozitív volt, és hát ennek meg külön örülök. Azt mondtad, hogy egy készülő album, hogy áll az album? Az album az egy hónap múlva le
fog adódni, hogy ilyen csúnyán mondjam, de hogy el fog menni a gyárba, most már biztos 3 éve készítjük. Ez a zenei világ, ez a stílus névéig vonulata? Főként igen, ugye most már az életben maradni, azt sokan ismerik, mert a nyár egyik legtöbbet játszott dala volt, és ugye az egy különösképpen emblematikus dala ennek az időszaknak, mert ugye a mi szakmánknak a nehézségeiről és a küzdelmeiről szólt volna eredetileg, de aztán azt gondolom, hogy ez a változás, meg amit hozott a vírushelyzet az életünkbe, ez mindannyiunk életének forgatókönyvét átírta. Hát mindenkinek küzdelmes, de azért az előadó művészeknek különösen hát is egyébként. Hát nyilván koncertekkel, hogy ez? Hát talán most ez a mélypont, ez a szeptember-október. November az már jobbnak látszik, de... És itt az évvégi bulik azok... Hát karácsonyi koncertre nem készülök, úgy nem készülök, hogy saját lemezbemutatóra majd egyszer? Lemezbemutatóra is majd egyszer, de hát nagyon-nagyon hiányzik mindannyiunknak, a zenekarunknak. Most meg volt a raktárkoncertünk, és nagyon jó volt együtt játszani. Hát van egy-két megbízás, de hát ezt azért nem lehet összehasonlítani az elmúlt évekkel, és hát reméljük, hogy hamarosan újra azok a koncertek majd, azokat be tudjuk pótolni, és majd újabbakat. Így legyen, minél hamarabb. Inkább örülünk, hogy itt voltál, és egy hiánypótló beszélgetést folytatottunk, a rajongók örömére is. Köszönjük neked. Szépen.